Tűzoltóautóra gyűjtenek a dunavarsányi önkéntes tűzoltók. Az Egyesület jelenlegi elsődleges beavatkozó eszközét egy 38 éves fecskendős autót cserélne le, egy 10 éves Mercedes Ategóra, amely 3000 liter víz szállítására képes, korszerű Euro 4-es motorral szerelt és minden olyan eszközzel felszerelt, amely egy káreset felszámolásánál műszaki mentésnél elengedhetetlen. Rim György, a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyesület mentora elmondta, Lengyelországból hoznák be a 25 millió forint értékű járművet, amelyhez a környező cégek és a lakosság támogatását kérik, hiszen jelenleg 5 millió forint áll rendelkezésre a beruházáshoz, amellyel a lakosság és az ipari parkokban működő cégek biztonságát is szolgálnák. Kiemelte, hogy az önkormányzatok az egyesületet támogatásukról biztosították, de minden segítségre szükség van a fejlesztéshez. Az egyesületünk ennél a beavatkozó azért rátermett már arra, hogy egy ilyen korszerű technikával beavatkozhassunk. Ugye tavaly évben 271 káresetet számoltunk rá. Önkéntes tűzoltó egyesületnél azért ez nem olyan kevés, mint várnánk a lakosság segítségét is, vagy személyes megkereséssel tudnának nekünk segíteni, vagy pedig hamarosan egy Facebook prezentáció meg fog jelenni, ahol ugye ki lesz írva, hogy miről is lenne szó, miért is lenne ez jó. Így bárki, akár ha 1000 forintot utalna, akkor is nagy segítség lenne, mert a három településen lévő lakosság az közel 10 000 fő.